Szia, Indina vagyok, hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek a Dinami Design Youtube csatornán, a meglepetés forgalások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. Hát eléggé belecsaptunk itt a közepébe, az időjárás sem kímélt minket és nyárból azonnal az őzbe ugrottunk, az ősz kellős közepére? Hát, ugyanezt csináljuk mi is itt a Dinami Design YouTube csatornán. Tudni megint egy őszi témájú videót hoztam nektek. Moritz a mókus a tavalyi őszi meglepetés horgolásnak az eredménye. A minta teljes egészében teljesen ingyenesen megtalálható az első öltéstől az utolsóig itt a Dinami Design YouTube csatornán. És úgy döntöttem, hogy mindenféleképpen már tavaly is nagyon-nagyon szerettem volna ö, valamit horgolni moricnak a kezébe, viszont elég hosszúra sikerült, hát hiszen egy elég nagy mintáról van szó az a videósorozat, így úgy döntöttem, hogy azt a részét hanyagoljuk, majd áttesszük idénre. Úgyhogy idén elővettem Móricot, és képzétek el, hogy meghorgoltam Zsenília fonalból is, erre már tavaly is nagyon készültem, de mivel mindig nagyon nagy pörgésbe vagyok, és rengeteg ötletem van, ezért ez tavaly nem fért bele, viszont idén már nyáron nekiálltam, és meghorgoltam. Nem volt egyszerű, tudni illik, Morichoz három teljes gombolyag zsenilia fonalat használtam el, így, ha nincsen három egyforma színű, vagy egymással harmonizáló színű zsenilia gombolyagod otthon, ne állj neki, különben úgy fogsz járni, mint én, hogy hetekig kerestem, természetesen a címke hiányában hetekig kerestem a megfelelő színű márkájú és színű fonalat. Végül nem sikerült kettő-három ugyanolyan gombolyagot találnom, úgyhogy kettő különböző színből készült el Moritz, de szerintem így is bődületesen cuki. Szóval, hogyha szeretnéd, akkor a mintát, amit itt megtalálsz a csatornán, egy az egyben alkalmazhatod a zsenília fonalra, a pocak részénél lehet egy pici eltérés, de ott amúgy is felhívom a videóban a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy ennyi sor után mindenkinek oda a középre, mint nekem. Megmutatom, hogy hogy kell számolni, és az alapján egész biztos, hogy meg fogod tudni horgolni a te móricot pocakját is a helyes helyen. És ezek után pedig úgy döntöttem, hogy ha már Móricot meghorgoltam Zsenília fonalból, és akkor feltétlenül illene befejeznem Móricot. És meghorgolni neki a kezébe valamit, és mi is lehetne más Móric kezében, mint egy pici mak. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon gyors minta, nagyon könnyen elkészíthető, és Hát, kellően őszi témájuk, kellően őszi színű, úgyhogy szerintem tökéletesen passzol ide most. Mielőtt azonban belemegyünk itt a maghorgolásba, szeretnélek emlékeztetni rá, hogy idén is lesz őszi meglepetés horgolás. De bizonyám, ennek a részleteivel nagyon hamarosan jövök, az is biztos, hogy lesz Halloweeni meglepetés horgolás. Tavaly is volt Halloweeni meglepetés horgolás, emlékszel? Hm, tavaly előtt is volt. Emlékszel? Nézz utána, mert itt a csatornámon rengeteg-rengeteg teljes minta van fent, teljesen ingyenesen. Jó? És ami egészen biztos nem fog elmaradni, hiszen már be is jelentettem, hogy idén is lesz Dynamit Design adventi kalendárium, amit nagyon szerettek, én még jobban szeretem elkészíteni nektek, ez tulajdonképpen egy adventi kalendárium horgoló anyukáknak, nagymamáknak, feleségeknek, mindenkinek, aki szeret horgolni, és vagy szereti a karácsony igazi szellemét. Idén a következőre lehet számítani: egy nagy csomagot fogtok kapni az összes létező fonalral és kiegészítővel és alapanyaggal, ami szükséges az adventi kalendárium ajándékának az elkészítéséhez, és minden egyes nap e-mailben pedig meg fogjátok kapni a mintának, egy karácsonyi témájú e, horgolmánynak a megfelelő részletét, és hogyha szorgosan horgoltok, akkor karácsonyra egy csodálatos ajándék lehet a kezetekben, ami akár lehet a karácsonyi asztalotoknak a dísze, és Szuper gyerek ajándék is lehet belőle. Többet nem tudok elárulni, nem tudok színeket mondani. Tudnék, de nem akarok. És nem akarom azt elmondani, hogy körülbelülre mire lehet számítani. Legyen ez igazi meglepetés. Szóval, hogyha te is szereted a meglepetéseket, és szeretsz forgolni, akkor nagy szeretettel várlak téged is legyen ez az első, a második, vagy ne talán már a harmadik Dilami Design adventi kalendáriumot, mert az idei már a harmadik adventi kalendárium tőlem. Nagyon szépen köszönöm, hogy minden évben elkészíthetem nektek ezt a naptárt, és hogy ilyen hatalmas nagy szeretettel fogadjátok mindig, és hogy évközben is ennyi üzenetet kapok, hogy úgy, hogy lesz kalendárium, mert ezt kértem a névnapomra, a házassági évfordulónkra, ez lesz a karácsonyi ajándékom a férjemtől, a gyerekeimtől, ezzel lepem meg magamat, hát ennél nem is kell több nekem, és nagy szeretettel fogom elkészíteni idén is ezt a kalendáriumot nektek, és amire még lehet számítani, az az, hogy lesz meglepetéshorgolás őszi kaland VIP, illetve meglepetés-horgolás karácsonyi kaland VIP is lesz. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek mindig egy kicsit ilyen különlegesebb, vagy a fonal véget, vagy pedig a témája véget egy különlegesebb ö, horgolmány készül majd belőle, mint itt az ingyenes meglepetés-horgolások alatt. Ezeket is kifogom hirdetni és a Facebook eseményeim között találtok meg az összes meglepetéshorgolásról, VIP meglepetéshorgolásról, adventi kalendáriumról részletes leírást, ahol mindig el tudjátok olvasni, hogy mikor kezdődik pontosan hol, mik a feltételek, milyen vonalakkal kell számolni, Úgyhogy ha érdekel akármelyik közelgő, vagy még egy kicsit távolinak tűnő dinami design esemény, akkor feltétlenül keresed fel a Facebook oldalamat, és nézd végig az eseményeimet, hidd el, megéri. Hogyha pedig érdekel, hogy mi készültek az előző meglepetéshorgalások, VIP meglepetéshorgalások és adventi kalendáriumok alkalmával, akkor arról is találsz bővebb információt a dinamidizájn Design oldalon. Itt a Youtube-on pedig a teljes ingyenes mintáimat találjátok meg. Nézzetek körbe, igyekszem lejátszási listákat is létrehozni nektek különböző témákban. Úgyhogy most például nagyon hasznos, hogyha rákeresel a Dinami Design őszi minták címre, rengeteg-rengeteg videót találsz. Na most pedig vágjunk bele a mi kis makocskánkba. Tehát itt ebben a videóban most pamut fonalból fogjuk elkészíteni. De mivel az előbb megosztottam, hogy készült Zsenília Moritz is, ezért megmutatom, hogy a makkocskát el lehet készíteni Zsenília fonalból is, és akkor egy tökéletes ilyen stresszlevezető, nem ennek szálltam, de szerintem erre is tökéletes, makocska lett belőle, én már most tudom, hogy a gyerekeimnek majd mindenféle színből kell, hogy meghorgoljam, Viszont a mai videóban pamut fonalból fogjuk elkészíteni. Mutatom, hogy miket használtam, és álljunk kis neki meghorgolni a makkunkat. Tehát a pici makkocska elkészítéséhez szükségünk lesz egy ilyen világosabb barna színre. Én most ezt a meleg barnát választottam, és kell valamennyi, nem sok, sötét barna. Vonal, mindegyik pamut katánia fonal, 50 g per 125 méteres, a hozzávaló horgolótű, 2,5 mm-es, szükségünk lesz még egy hegyes ollóra, tompa végű tűre, némi tömőanyagra, és hogyha szeretnél, akkor tehetsz szegfűszeget, fahéjat, vagy valamilyen őszi illatú illatosító párnácskát majd a makkocskádba, amitől csodálatos illata lesz. Na, és most vágjunk bele a horgalásba, és én a sötét barna fonallal fogok kezdeni, varázskört fogok készíteni, de lesz benne egy csavar, hagyok egy körülbelül ilyen 15 centis fonalat a varázsköröm előtt, és úgy fogom elkészíteni a varáskört, egészen egyszerűen azért, mert ez a szál, ebből fogjuk majd megcsinálni a makocskának a szárát. A Varáskörbe horgolunk 6 darab egy pálcás öltést, 2, 3, 4, És a hatodik, és ha megvan, akkor fölőre hozom a szálamat, így fogom összehúzni, és így fog ide fölőre, középre kerülni majd ez a szál. Én az első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel, ott ha nem fordul ki, te nyugodtan haladhatsz tovább spirálban is, és ha vagyunk, akkor a következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. A következő sorban az első szembe horgolok egy darab egy pálcás öltést, a második szemet szaporítom, Majd ezt a mintát megismétlem még ötször. És hogy ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk forgolni kettő darab egypálcás öltést, a harmadik szemet pedig szaporítjuk. Majd ezt a mintát megismételjük még ötször. Meg vagyunk a 24 szemmel, akkor most fogunk horgolni, 3 sor 24-es, tehát 3 soron keresztül fogjuk tartani a szemszámot. Amikor meg vagyunk, akkor találkozunk. és hogyha megvagyunk a három sor 24 akkor a következő kettő szembe fogok horgolni egy-egy szemet. Ez azért van, hogy ne legyen olyan nagy az ugrás itt a végén. Majd ebből hagyok egy körülbelül olyan 15-18 cm fonalat, majd elvágom. Szemjelzőt gyakorlatilag ki is húzhatjuk. És akkor most jön ez a szál. Én ide az egyik szembe, aminek a hurka itt maradt fölül, bedugom a horgoló tűmet, és ezen keresztül fogom áthúzni ezt a szálamat. Készítek egy, kettő, három, négy, Öt darab láncszemet, majd az első láncszemtől számítva, majd megfordulunk, és az első láncszemet kihagyva, második láncszemtől indulva elindulunk visszafele, és mindegyik láncszembe fogunk készíteni egy-egy kúszószemet, kettő. utolsó, a negyedik, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor benyúlunk ide alulra, és egész egyszerűen a szálunkat át fogjuk húzni ide a maknak a belsejére, hogy ezt ezzel már varrogatás problémánk ne legyen. És itt van a makunknak a szárja, és a kupakkal el is készültünk. Na haladjunk tovább a mag testével, amihez ugye ezt a középbarna szint fogom használni, és most teljesen normális véget hagyva készítek egy varázskört. A varázskörbe horgolok 6 darab egy pálcás öltést. 2, 3, 4, 5 és a hatodik. Majd bezárom a varázskört. első és az utolsó szemet én összekötöm. Kúszó szemmel. A következő sorban minden szemet szaporítani fogok. És ha megvagytok a 12 darab egy pálcás öltéssel, akkor behelyezzük a szemjelzőnket a következő sorban az első szembe fogunk horgolni. Egy darab egy pálcás öltést, a második szemet szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. Ha ezzel megvagyunk, a következő sorban fogunk horgolni kettő darab egy pálcás öltést, a harmadik szemet pedig szaporítjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. És hogyha megvagyunk a 24 szemmel, akkor most fogunk horgolni 9, 9 sor 24-es, tehát 9 soron keresztül fogjuk tartani a szemszámot, És hogyha meg vagyunk a 9 sor 24-esen, akkor egy igazán rövid véget hagyva elvágjuk a fonalat, eldolgozzuk az utolsó szemet, a szemjelzőt kivehetjük. És akkor most fog nekünk kelleni a mi kis kupakocskánk, amit így szépen rá fogunk varni a makunkra. Mindegy igazából, hogy honnan indulsz, arra figyeljél oda, hogy ne az utolsó sorhoz varjad, hanem egy vagy két sorral lejjebb, ha szeretnéd egyébként hosszabbíthatsz, vagy rövidíthetsz a magtesten. Én egy sorral alá fogom most elkezdeni felvarni a mi kis kupakunkat, és úgy fogom csinálni, hogy a másik, másik a következő szembe kihúzom, majd itt szépen a maknál, a kupaknál is a második sorba alul fölül szépen behúzom ezeket az öltéseket, ráhúzom, hát csak nem áll a kézre ez a Ügyesen? És akkor így haladok szépen, most egy-egy szemet kihagyok, alul fölül, itt is ugye egy szemet kihagyok, alul fölül. És ha így szépen végig haladsz az egészen, akkor erre a makra, Gyönyörűen szépen rá tudod ültetni a kupakját. Szépen igényesen. Annyi még a titok, hogy amikor már egy bizonyos számú öltést megcsináltam, akkor fogom és behúzom egy kicsit. Ez azért lesz jó, mert minél szorosabban fognak ide a szemek ráfeküdni, annál szebben fog mutatni. Na, befejezem a varrást, és találkozunk. Ó, amikor már csak egy icipici lukacskánk van, akkor szépen kitömöm, a makkot, ne felejtsd el, ha fahéjat, vagy szegfiszeget teszel bele. Csodálatos illata lesz, igazi őszi illata. Még ebben egy kis tömőanyagot töltök. És arra is figyelj oda, hogy a kupakba is legyen tömőanyag, hogy annak is legyen szép. Tartása. Jó, és most akkor szépen befejezem, és amikor meg az összevarrással, akkor egy picit így meg lehet göngyölgetni a makunkat, és meg Elkészültünk a szuper gyors és szuper egyszerű makocskánkkal. Ne felejtsd el, hogyha érdekel Móricz a mókusnak a mintája, akkor teljes egészében az egész mintát megtalálod ingyenesen itt a Dynami Design Youtube csatornán, amennyiben pedig szeretnéd zseníliafonalból elkészíteni Móricot azt is nyugodtan megteheted, hiszen a képeken láttad, hogy zseníliafonalra is tökéletesen működik a minta. Ugyanúgy, mint ahogy az icipici maknak a mintája is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál és velem horgoltál. Hatalmas nagy szeretettel várlak a videó elején említett, akár ingyenes, akár fizetős események egyikére, és ne felejtsd el, hamarosan újra jelentkezem egy minden bizonyal nagyon cuki őszi témájú videóval. Legyen csodálatos napod! 骑啊。